Szép jó estét kívánok mindenkinek, Isten hozott mindenkit az Országos Széchenyi Könyvtárban. Folytatódik a könyvtárlat programsorozatunk, így már a évadjának a második estje, így Adventban látom, családiasabb környezetben most, de annál nagyobb szeretettel és tisztelettel köszöntöm ma esti vendégeinket, Tompa Andreát, írót, színházi szakembert, aki az estnek a fő vendége, és vel kapcsolatosan ugye Kolozsvár tematikájú regényeiről fogunk beszélni, Balázs Imre József kritikus szerkesztőt, illetőleg hát az est során, mint ahogyan megszokhatták, úgynevezett művészi produkcióra is sor kerül. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Albert Csillát és Dimény Áront a Kolozsvári Állami Magyar Színház színművészeit, akik felolvasó színházzal örvendeztetnek majd meg bennünket. Én Boka László vagyok, az intézmény tudományos igazgatója, az estek koordinátora, és hát ennek az esnek a házigazdája is. Ugye úgy indítottunk, hogy emlékfolyamok, főként irodalmi emlékhelyek, a legutóbbi hónapban a Balaton és irodalom kapcsolatát jártuk körül, most egy nagyot ugrunk egészen Erdélyig, a Kincsesvárosi, Kolozsvárig, Szamos és Kolozsvár emlékezetek, mint mondtam, és már most jelzem mindenkinek, hogy januárban Uh, Dunakanyarral folytatjuk, Mészői Miklós életművével, és aztán februárban pedig a TISZA következik. De ezt itt követhetik is, ezen a uh, rólapon itt mögöttem. Én azt gondolom, hogy ne is húzzuk tovább az időt. Nagy tisztelettel fölkérem Andréát és Imrét, hogy velem együtt itt foglaljanak helyet. Lehet, hogy azzal kellett volna kezdenem, hogy. Uh, sikerkönyvek szerzője, libri szerző, és azzal illet volna nem hogy József Attila díjas kritikus, de hát azért elárulhatom, hogy mi sokkal régebbi idők óta ismerjük egymást, úgyhogy nézzék el nekünk, de hát mi tegeződni fogunk. És én rögtön látom itt Imrének a te példányod, ugye? A Hóhérháza című Tompa Andrea kötetét, amely ugye az első kalligramos kötet volt. És mielőtt rátérnék a konkrét előzményeire ennek, vagy hát elkezdenénk a beszélgetést, én elég pragmatikusan és talán kicsit szemtelenül is azt mondanám, hogy vagyunk itt néhányan, akik kötődünk Kolozsvárhoz, a Kincsesvároshoz, és vagyunk néhányan, akik effektíve kolozsváriak, Andrea ilyen. Imre ellenben Kolozsváron él jelenleg is, de nem kolozsvári székelyudvarhelyi, én pedig egyetemi éveimet töltöttem ott úgyhogy ilyen formában adott a kötöttség. Mennyire lehet egy városnak ilyen formában meghatározó hatása egy szép írói életműben, azon túl, hogy az embernek a szülővárosáról van szó. Tehát lehetne, hogy konkrétizáljam a kérdést, úgy gondolod, Kolozsvár regényt írni, nem Kolozsváriként is. Hú, de nehéz indítasz. Nem tudom, hogy nem kolozsváriként biztosan lehetne írni, hiszen nagyon gyakran valamire azt tud jól rálátni, aki messziről jön. És az pont valami olyasmit lát, ezt a héten tanítottam Kolozsváron, ott tanítok a színművészetén, és egy olyan orosz előadást mutattam a hallgatóknak, amit egy német svájci rendező rendezett, és arról beszéltem, hogy ezt a nézőpontot nem tudná egy orosz fölvenni. Tehát ahhoz kell egy nagyon nagy távolság, egy, egy ilyen kritikus távolság, hogy úgy mondjam, de valami fajta szoros kapcsolat kell a városhoz, az nem feltétlenül egy fizikai kapcsolat, az, hogy valaki benne él, oda születik, hiszen mi, mi, lenne velem, ha minden oda születő kolozsvári regényt írna. az se. Tehát, hogy, és az, és az, hogy én írok, abban is benne van az, hogy én viszont 28 éve élek távol, most már 90-ben jöttem el Budapestre, tehát, hogy ez a távolság is benne van abban, hogy én erről a városról írok. Tehát ez, a kötődésem valahogy adott, de nyilván vár egy elég speciális hely, talán erről is beszélünk majd. Igen, ez szándékosan voltam egy kicsit így provokatív a nyitásban, ugye Nagyváradról, köztudott, hogy én Nagyváradi vagyok, vagy ismert, Adi Endre akart regényt írni, tehát szintén egy fogadott fiú, most egy fogadott fiúként tekintek Imrére, tehát te ugyanezt a kérdést hogyan látod? nem készülök Kolozsvár regényt írni, és megnyugtatok mindenkit. Viszont az biztos, hogy a, a, amikor valaki nagyon benne van egy, egy, helyzetben, akkor csak nagyon szubjektív, tehát ilyen alanyi költőként tud mondani dolgokat. De hát megelőlegezném, hogy, hogy Andrea egy, egy, egy olyan Megoldást talált, azt hiszem erre a Kolozsvárról való beszédre, amelyik egyszerre közelség és távolság, tehát tehát a távolság nélkül valóban nagyon nehéz bármit mondani. A, tulajdonképpen a, az énről való beszéd is akkor kezd igazán érdekessé válni egyébként amikor nem ilyen, nem, ilyen direkt alanyi költőként beszélünk, hanem, hanem, megtaláljuk a fogódzót, a távolságot, a rálátást. És hogyha már itt a kezemben a mikrofon és kérdezésre is használhatom, akkor talán az lenne a, az első kérdésem Andreához, hogy nekem nagyon megtetszett őszintén ez, ez, hogy tulajdonképpen egy folyóról is beszélünk, mert nem, csak egy városról beszélünk, hanem egy folyóról is. És uh, pont ebben látok egy olyan nagy lehetőséget, hogy, hogy itt most valami más dolgokat tudjunk megragadni, mint amire elsőre gondol az ember, mondjuk, ha a te regényeidet olvassa. De uh, nem volt meg, hogyha pdf-ben meg lett volna a könyved, akkor gyorsan rákerestem volna a szamos szóra, de um, egyébként viszont egy nagyon emlékezetes rész van a Hóhérháza végefele, az első regényed végefele, ami egy víz alatti városról szól. Um, én, én még emlékszem a 89-es forradalomra, bár, bár kis kamasz voltam, 14 éves, te nyilván valamivel élénkebben és fontosabb emlékeid lehetnek erről, de a regényedben ugye az az epizód jelenik meg ennek kapcsán, hogy, hogy az a hír terjedt el a város, hogy fel fogják robbantani a tarnicai gátat, és elképzelhető, hogy Kolozsvár városa víz alá kerül majd. Ez nyilván a szamos -sal is összefügg. És egy nagyon izgalmas költői víziót bontasz ki ebből, a, ebből az esemény, vagy lehetséges eseményből a regényben, hogy milyen lenne Kolozsváros egy, egy víz alatti városként. Erről gondolkodtál-e azóta, vagy, vagy hogy született meg benned ez a kép igazából? Hát én is készültem volna, ha tudom, hogy ezt kérdezed. A, én orosz szakos voltam, és az orosz kultúrában van egy nagyon fontos, ilyen mitológéma, egy ilyen, tulajdonképpen egy, egy mese, amiből azt hiszem Rimszki Korszakov operát is írt. Uh, és ez egy, ez egy elsüllyedt városról szól, ami egy tó közepén található, és hát egy ilyen tündérmese uh, szövődik ebből a városból. De, ezt annyira, uh, de ez egy nagyon fontos elem az orosz kultúrának, amit nagyon uh, komolyan vettek, és nagyon sokat konkretizáltak is. És ez, a, ez az elsőjét város egy picit olyan, mint az égi város, vagy a... Egy ilyen ígéretvárosra, egy ilyen tökéletes hely. És ez a történet, amikor ehhez a fejezethez értem, én emlékszem, hogy ez nagyon komoly félelem volt. Tehát ez egy nem egy pillanatnyi ilyen ö, felbukkant ö, gondolat, vagy ö, ahogy ilyen akkoriban ö, még nem hívtuk úgy, de álhír, ami egy perc múlva megcáfolódik, hanem valóban napokig ment ez a megmérgezik a vizeket, felrobbantják a tárolót, elönti a várost, és ez a félelem volt, és valahogy még az is bennem van, hogy ö, valaki kimentek oda biztosítani a tarnicai tavat. Ez egy ö, nem tudom pontosan hány kilométer Tarnica, húsz, úgy. És ö, tehát, hogy, hogy ezt komolyan vették, ezt a veszélyt. És amikor próbáltam összegyűjteni az emlékeimet arról, hogy mi volt abban a pillanatban a városban, milyen volt abban a városban lenni, milyen remények és félelmek voltak, akkor ez fölvillant. És hirtelen az is fölvillant, hogy mint ilyen elárasztott, víz alá került város, viszont egy ilyen reménybeli, egy ilyen utopisztikus helyé tudna válni, ami soha nem volt, és nyilván nem is lesz, nincsenek ilyen, ilyenek csak a gondolatainkban, vagy inkább a meséinkben, álmainkban valósulnak meg ilyen városok. Tehát ez egy, ez, ez egy... egy Atlantis is, vagy, vagy Igen. kifejezetten orosz? Én, én valahogy nekem az a nem, nem az Atlantis kép nem volt erősen a fejemben, de az az orosz és az orosz 19. századi uh, ilyen uh, mesei ábrázolásokban ez nagyon fontos, tehát ilyen uh, finom gyerekrajzszerű szerű luboknak hívják ezeket oroszul, ott is ábrázolták sokszor ezt a várost, és ez hatott rám inkább talán, mint az Atlantis, tehát inkább ilyen mesei része, mint egy, mint egy, mint egy igazi nagy utópia. A hétfőn Kolozsváron tartottál egy előadást, nekem ez nagyon jó készülés volt a mai estére is egyébként. Arról szólt az Andrea előadása a Bábes Bolyai Tudomány Egyetem meghívására, amelynek egyébként, egyébként, is tanára, de, de ez egy kiemelt eseménye volt az egyetemnek, egy ilyen közösségi esemény, hogy azok, akiknek nincs nyelve, nincs hangja a nyilvánosságban, azok, hogyha megszólalhatnának, akkor, akkor hogyan tudnának beszélni, miket mondanának. Volt egy olyan része az előadásodnak, ahol egy, egy ot idéztél meg, ahol egy képzőművész és egy préri farkas nagyon érdekes párbeszéde zajlott. És most azon gondolkodtam el, hogy kiterjeszthető-e vajon az, hogy, Ugye ja, az állatokkal valahogyan szoktunk interakcióba lépni, a kutya néz ránk, vakkant, a macska nyávog, a halak tátog, na, nem tudom, papagáj csipog, de hogy, hogy mi van azokkal a lényekkel, akik egyértelműen élőek, és itt hát először azért a szamost kérdezném, hogy, hogy vajon, um, vajon, ez a... Tehát hogy viszonyulsz te az ökológiához például, vagy hogy, hogy volna-e olyan mondandója a szamosnak a városról, ami, hogy mondjam, valami kritikusat mondana rólunk, valami olyat emberekről, ott lakókról, amit mi nem merünk, vagy nem tudunk Elmondani. A végével kezdem. A két éve van Kolozsváron egy olyan talán májusban szokták megrendezni egy olyan akció, ami arról szól, hogy művészeket, általában fiatal művészeket, románokat, magyarokat fölkérnek arra, hogy a a szamos különböző szakaszain hozzanak létre műveket. Ezek a művek azt célozzák, hogy a város valahogy tudja visszavenni a folyót. A, tulajdonképpen a folyó nem egészen a városé. Ezt ezt nehéz részletesen érzékeltetni azoknak, akik nem ismerik ezt a várost, de kicsit úgy kell elképzelni, mint bizonyos szakaszait Budapestnek, vagy a legtöbb szakaszát Budapestnek, ahol a Duna szintén nem a városi. A Duna mellett leginkább autók haladnak el, és nem mi vagyunk közvetlen kapcsolatban a vízzel. Amikor még ifjú voltam és pénzt akartam keresni, dolgoztam egy. Most is, de akkor valahogy nehezebb volt. Dolgoztam egy építésznek, akinek volt egy nagyon nagy projektje azzal a kapcsolatban, hogy hogyan lehetne visszavernie a Dunának a várost. A Janes Péter volt, ez egyébként egy csodálatos projekt volt. Hát ez volt az igazi nagy utópia, tehát ezen dolgozni, hogy azt érezhesse a város, hogy ő neki közvetlen kapcsolata van a Dunához, bármikor megközelítheti az a folyót, azzal együtt lélegzik. Az az érdekes, hogy ahol én lakom, mi az északi részen lakunk, ehhez a Népsziget nagyon közel van, és én hetente sokszor kimegyek a Népszigetre futni kutyával, és mi nagyon közvetlen kapcsolatban vagyunk ott a vízzel van egy kis holtág is, amit én büdösnek hívok, de ezt halászoktól hallottam. És Tehát úgy állandóan figyelhetem a vizet, a, 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 és a szab, szabadon látni élőlényeket a víz mellett, az valami csodálatos élmény. Most össze például, vagy nem csak ősszel, nyár tulajdonképpen valahogy így november elején zártam lesz a technős projektemet. Volt egy technős pár, akit rendszeresen látogattam, és nagyon élveztem azt a lassúságot, ahogy ők ott napoznak, és 20 percenként alámerülnek a vízbe. Ez nem, ez nyilván az állatok normális léte, ami akkor van, ha, ha nincs bolygatva az ő környezetük. Tehát ha valamelyest a város visszavehetné a, a vizet, talán még teknősöket is látnánk itt a közelben, és ezek a teknősök most befúrták magukat. Télire elássák ilyenkor magukat, nagy bánatomra, de ők így szoktak túlélni. Tehát, hogy fantasztikus dolog kapcsolatban lenni igazán a, a vízzel, a természettel. Nekem nincs igazán tengerélményem, akkor is, hogy egy olyan országban éltem, ahol van tenger. A tenger az túl messze volt Kolozsvártól, tóságosan ritkán jártunk oda. Én összesen egyszer, tehát ez valóban... Ennél többször voltam már a horvát tengerparton is. Tehát, hogy nem élhettem meg a vizet, mint egy ilyen saját tapasztalatot. De visszatérve erre a projektre a Szamossal kapcsolatban a fiatal művészek és a Szamos, ennek az a célja, és egy nagyon-nagyon szép kortárs művészeti akció, sosem vettem részt csak szemlélőként, ami azt célozza meg, hogy vegyük vissza a, a Szamost, tegyünk magunkévá, de nem úgy, hogy felszámolunk utakat, mert erre nincs hatása a művészetnek, hanem kezdjünk el valamiféle kommunikációt ezzel a szamossal. Az én volt tanítványom, akinek a projektjét Szomes, ugye ez a román neve, Szomes Delivery-nek hívnak, a, a szamos hordaléka. Ők azt csinálták több képzőműszel és színházi emberrel, hogy a szamosból... Ö, Kihozott, kiemelt, kisodródott tárgyakból alkottak. Hát itt kezdve egy elhullott macskától egy diványig elég sok mindent lehet találni. Például a macskának első nap egy temetést is rendeztek. Megpróbálják az arra felhívni a figyelmet, hogy mit hordunk mi emberek bele ebbe a vízbe, hogy mi rejtőzik ott, aminek ott valójában semmi keresni valója. És ugye nem csak palackokról van szó, hanem rettenetesen sok tárgyról, és valahogy erre próbálták ilyen akciók keretében ráirányítani a figyelmet. Ugye örülök annak, hogy mondod ezt egyébként, ezt a víz visszavételét. Itt Lengyelországban találkoztam hasonlóakkal, hogy évtizedekig úgy élt egy város, akár Varsó is, hogy nem volt köze a vízhez, és aztán most rájött egy új generáció, hogy meg kell tisztíteni a vizet, és azt lehet használni, azt akár közvetlenül ilyen strand funkcióban is. Itt Budapesten is volt ilyen 13. kerületben, emlékszem pár évvel ezelőtt, vagy bő tíz évvel ezelőtt, amikor egy plást akartak Igen. létrehozni. De annak is örülök, hogy azt mondtad, hogy kitágítottad egy kicsit akár tengerig, fekete tengerig a a történetet. Látszólag könnyet kérdezek most, hogy a Szamos és Kolozsvár az mennyire kulissza a regényeidben. Itt ugye alapvetően 20. századi akár város regénynek is nevezhető művekről beszélünk, mindegy, hogy az 50-es évekről, vagy a második világháborút megelőző időszakról, Csáus azt szoktuk mondani, hogy egy nagy prózai műfaj az alapvetően ugye fikció, de hát itt a te esetedben, a regényeid esetében nagyon könnyen beazonosítható helyszínekről, Kolozsvárról beszélünk, és hogy ennek milyen szerepe van önmagában a kulturális emlékezetben, aztán majd elmondom, hogy miért kérdezem mindezt. Um, ha a Kolozsvár pusztán kulissza lenne, akkor tulajdonképpen nem lenne szükség rá, azt gondolnám. Tehát ahhoz, ahhoz nem kell Kolozsvár, ahhoz bármilyen tér jó. Mivel én nagyon konkrét terekben és időkben mozgok ezekben a könyvekben, valójában a város iszonyú jól tudja az időt modellálni, anélkül, hogy különösebben az időre figyelnénk azokra a történelmi helyzetekre, változásokra, Uh, amik engem egyébként foglalkoztatnak, és a ami, amire törekedtem az, hogy ezek teljesen más városok legyenek. Tehát uh, uh, valójában aki, uh, aki akár ha ismeri Kolozsvárt, vagy nem, az ne találkozzon ugyanazzal a várossal. Tehát nagyon törekedtem arra, hogy például egy ilyen kulturális város, egy ilyen kulturális nagyhatalmat megpróbálni megérni, amely nagyhatalom persze rendkívül relatív. Pestről nézve, aztán még távolabbról nézve, az egyre, hogy mondjam, zsugorodik az ő mérete. De hogy emellett megírni egy olyan perifériát is, amiben nem játszanak szerepet ezek a kulturális nagyhatalmi törekvései a városnak. És a legelső könyvem, a Hóhérháza, az pedig a, sokkal inkább az én tapasztalati városom, a másik két korszakról nem lehet tapasztalatom. Amiben viszont az idő az, ami morzsolja ezt a várost. Tehát ezek a bontások, átépítések, és, és mégis valahogy egy ilyen nagyon erős, folyamatosan nagyon erős emlékezetű város. Ugyanakkor persze azt is szívesen hozzáteszem, hogy miközben egyrészt erős emlékezetet hordoz maga a város, amit én számon kérek rajta ma, meg amivel azt az előadásomat is kezdtem, amire Imre utalt, az az, hogy pont a sérelmes történeteire nem akar ez a város emlékezni, nincsenek igazán ilyen emlékhelyei. De én szerintem Kolozsvár egy picit, tehát hogy nyilván lehetne minden méráról, most egy szomszédos falut mondok Kolozsvár mellett, tehát hogy minden, minden településnek van egy nagyon sajátos belső, Légzése, amit, amire történet, amire rá lehet hangolódni, de Kolozsvár nagyon speciális abból a szempontból, hogy mégis mindig valahogy nagyon centrális helye volt, nagyon sérelmes történetei vannak a városnak, tehát ez nem minden várossal volna így talán. Azért is kérdezem egyfelől, mert ugye tudom, hogy mondjuk nekem az egyik nagy kedvencem a fejtőslábtól, de hogy itt te konkrét levéltári, meg könyvtári kutatásokat is folytattál, hogy egy történelmi időben mondjuk utána néz annak, hogy mennyi idő alatt ért el Budapestről Kolozsvára, vagy éppen fordítva Kolozsvárról Budapestre egy gyors, mennyi volt az konkrétan, mondjuk mennyibe került a, a, a jegy és egyebek könnyű, vagy könnyebb, azt gondolod, szép egy olyan időben, egy viszonylag beazonosítható helyre időbe tenni, helyezni a regényeit, cselekményét, amik, amiről azt gondolod, hogy egyébként van egyfajta kollektív tudás? Ugye az előbb említettem, hogy nem fiktív hely, tehát mondjuk Kuncaladár, akiről még itt talán este szó lesz, ugye ő egy fiktív városról beszél, mindenki tudja, hogy Kolozsvárról a, fele, a, város feledben, de, de te konkrétan vállalod, hogy egy történelmi korszaká Írod meg a városnak, ha nem is ez az elsődleges. Igen. Azt gondolom, hogy a kortársírók közül azért pap Sándor Zsigmondot is, le, Zsigmondot is lehetne emlegetni, mint aki nem konkrét helyszínekről ír. Néha fölismerhető, de nem szükségszerűen. Bajdragomán, igen. Én azt gondolom, hogy egy picit más a feladat is, amit vállalok, meg talán más az érdeklődésem is. De azt is hozzáteszem, hogy én nem nagyon, nem nagyon, nem nagyon érzem most, hogy kedvem van ezt a fikciót úgy megcsinálni, mint amiben mindent nekem kell megalkotnom. Tehát én szeretek kész dolgokra rámutatni, és a kész dolgok történetére vagy hely, helyzeteire rámutatni. a azt hiszem, hogy onnantól, hogy eldől az, hogy mi egy regénynek, most egy ilyen dramaturgiai elemzési szót használok, a fő feladata, ami az én fejemben megvan, de ami utána persze azért, azért alig látszik egy könyvben. Azt keresem nagyon, hogy ez a fő feladat hogy tud igazán beépülni, mitől lesz ez valójában látható, és azt hiszem, hogy az az érdeklődés is visz, hogy erről a városról én magam is így csak rétegeket, és megnézzem, hogy mi van alatta. Tehát ez a palimszest jelleg, amit ugye valahogy a könyveim is így, szinte a leg -leg kortársibb, vagy az 70-es, 80-as évek, amiről az első könyvem szól, egy ilyen lehántással le lehet menni egy egészen más korba. Talán ez tényleg egy picit az író érdeklődésén és technikáján is múlik, mert én más technikával írok, tehát én valóban néha hosszú, hosszú időt töltök azzal, hogy meg találjak egy menetrendet, és persze, ha nem talál meg egyszer, csak föladom, mert rájövök, hogy az tulajdonképpen tök fölösleges, de valamit, hát ha mégis el tud mondani az, hogy, az az út 41-ben, amikor észak visszatért, ahogy ezt szokták mondani. Ez a kedvenc példám. Azért mondom el, hogy hát, ha a máv egyszer meghallja. Tehát 41-ben föltalálták az Árpád sínvonatot, és az Árpád sínvonat az egy ilyen nagyon gyors magyar találmány volt, egy nagyon gyors vonat, 5 óra alatt ott volt Kolozsváron. Egyszer nem tudom felfogni, hogy ez 41-ben 5 óra, és ma vasárnap teszteltem, hét és fél óra. Tehát a világ fejlődéséről alkotott képemet azért egy nagyban befolyásolja, hogy valahogy nem sikerül technikailag fejlődnünk. Lehet, hogy vannak itt a közönségben olyanok, akik nem olvasták mindegyik könyvedet esetleg, úgyhogy javasolom, hogy azért nyissunk meg egy ilyen gondolatmenetet is, hogy úgy egyenként picit fókuszáljunk rá egy-egy könyvre. Ugye a Hóhírháza volt az első regényed, és említetted, hogy, hogy minden könyvednek tulajdonképpen szerzőként szapsz egy feladatot. Ez nyilván egy magad elé szabott feladat. Nem biztos, hogy az olvasó ugyanezt a feladatot kell kiolvassa belőlük, viszont ugye a Hóhírháza az a rendszerváltásba torkollik, tulajdonképpen a 89-es forradalom napjai, a vége ennek a regénynek, és hát az előzményeit követjük, a közvetlen előzményeit egy kamaszlány történetén keresztül. Na most, most próbálok tippelni, hogy mi lehetett a feladat. Ugye a rendszerváltásról beszélni többen próbáltak, közvetlenül a rendszerváltás után is voltak kísérletek, Bálint Tibor, aztán Csiki László, tehát erdélyi szerzők könyveiben megjelent ez a téma. Aztán román filmeseknél ez egy nagyon fontos témává vált. De az volt az érzésem, én olvastam ezeket sorra, ezeket a könyveket, hogy, hogy el kellett jutni valahogyan ahhoz, hogy hogy ez, ezek igazán erős történetek tudjanak lenni. És hát azt kérdezném, hogy, vagy azt tippelem, hogy itt a, a nyelvnek a megtalálása, tehát hogy milyen mondatokban beszélünk erről a rendszerváltásról például, hogy viccelődünk-e, ironizálunk-e, tragikusnak láttatjuk a történetet. Ez mind a nyelv tulajdonképpen. Te milyen nyelvet próbáltál találni? Volt-e olyan előzmény, ahol úgy érezted, hogy félre csúsztál, és aztán mégis találtál valamit? Én azt hiszem, ugyanarról beszélünk, amikor te azt mondod, hogy, az mind a nyelv, ahogyan beszélünk erről a múltról, amit akár elviccelünk, akár uh, uh, még súlyosabbá tesszük és dramatizáljuk. Én azonban nem a nyelvet szoktam uh, ennek a gyűjtő fogalmaként megnevezni, hanem a nézőpontot. A nézőpont az, tehát a, mindaddig, amíg nincs nézőpont, addig teljesen mindegy, hogy mi a feladat. Uh, mert ha persze ez nem igaz, hiszen a feladathoz keresünk valamilyen nézőpontot, vagy legalábbis valami ilyen sorrend van a fejemben, hogy honnan látjuk, milyen távolságból látjuk azt, mennyire valóban mennyire groteszk, mennyire elidegenített, vagy mennyire felkavaró, érzelmes, szenvedélyes ez a látatási mód. És aztán persze ez valamilyen nyelvi köntösben jelenik meg, de én ezt mégiscsak inkább egy nézőpontnak szoktam magamban megnevezni. Ez, ebben a könyvben is, de hiszen minden könyvben ez a legnagyobb kihívás, hogy megtalálom ezt a nézőpontot, és az a nézőpont létre tudja elhozni aztán azt a nyelvet. Itt ebben a, ebben a könyvben egyszer csak arra jöttem rá, hogy hogy nem, nem, amit el akarok mesélni, az ahhoz túlságosan sok személyes tapasztalat, fájdalom, csalódottság és sok minden más érzelem tapad, amitől nem tudom egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen nyugodt idegállapotban végigmondani. Amit aztán másút próbáltam keresni, tehát volt olyan könyv, amiben erről egy másfajta idegállapot szült meg, de a hóhérházában házában egy, egy felfokozott állapot hoz létre egy ilyen, egy ilyen ö, zuhatagszerű nyelvet ezekkel az egymondatokkal, mint aki hirtelen mindent el akar mondani, és valahogy nem, nem ezt ha nem lehetne csillapítani, ezt csak ebben a formában tud kitörni, mint amikor hirtelen kinyitunk egy ajtót, és ott. Mindenki zuhan egyszer. Tehát, hogy én nekem ez, ez volt az a forma, nyelv, nézőpont, ezeket nem is tudom már pontosan, valaha pedig érdekes módon irodalmat tanultam, de tehát, hogy ezeket nem tudom annyira már szétszálazni, minden esetre, amikor ez így megvan, akkor azt tudom, hogy ez egy, ez egy olyan nézőpont, ahonnan én rá tudok nézni a dolgokra. Na de ez a nyelv, tehát ez a zuhatagos nyelv, ez lehetne egy nagy mama nyelve is, vagy, vagy ez, ez, egy, ez egy kamasz nyelv. Érdekes kell, módon, nyelv. amikor ezt írtam, én akkor még nem neveltem gyereket, és ö, most már igen. És azt is tudom, hogy, hogy egy gyerek úgy beszél, hogy ö, ha valami nagy izgatottság van rajta, és valami nagyon erős történetet akar elmondani, akkor az egy ilyen szózuhatag, egy ömleny, amiben sokszor nem lehet ö, nem lehet egy történetet megérteni, és arra is rájöttem, ha véletlenül megakasztjuk, akkor ő elveszíti a fonalat, kibillen belőle, és, azt, és meg van állítva, és onnantól ez valahogy nem fog úgy kijönni már. Tehát, hogy ez a mindent egyszerre el akarok mondani, hiszen az a fajta... Ö, struktúrálás, nem is tudom, hogy pontosan hogyan fejlődünk így lélektanilag, hogy a mondandók le, lenyugszik, les, struktúrálódik, tudunk arra is figyelni, hogy, hogy megértsék azt, amit elmondjuk, és az első esemény következik, a második esemény következik az elsőből. De a gyerek ezt nem tudja. És ezt az gyerek gyerekbeszédet nem tudnám egy nagymamának átadni, csak akkor, ha az a nagymama valami azonnali olyan traumát él meg, amiben szintén, tehát volna ez a szituáció, hiszen mi is néha így beszélünk, hogy valakit fölhívok, zuhog, zuhog rá a szöveg, és fogalma sincs, hogy tulajdonképpen mit mondok, és aztán megpróbáljuk ezt így lehozni az események szintjére, de az, ahhoz kell egy ilyen nagyon traumatikus vagy, vagy, vagy felkavart állapot. De egy gyerekre, egy fiatal, egy kamaszra, ez sokkal inkább Jellemző ez a beszédmód, mint egy idős emberre. Nem tudtam, hogy a nézőpontokat fogod kiemelni, mint egyfajta kulcsát ezeknek a könyveknek, de azt megelőlegezem, hogy az első könyvben egy nézőpont van, a másodikban két nézőpont, a harmadikban négy nézőpont, hogyha még írsz egy Szerinted könyvet. Szerinted mi a következőben hány nézőpont lesz? Biztos vagyok benne, hogy nyolc lesz. Nem tudom, mennyire lesz vastag az a regény, de ugye akkor a két nézőpontosnál tartunk. Ez egy, Ez egy Trianon történet. tehát Visszamegyünk az időben. Most nyilván tiltakozni is szabad meg lehet az, az ilyen kategórikus mondatok ellen, de minden esetre az egy az egy olyan regény a fejtörs amelyik a Trianon egy fontos fordulata a szereplők életében is, és nagyon részletes elő készítése is megvan ennek, hogy, hogy tulajdonképpen elindulnak életpályák, fiatalok elindulnak az életben, egyetemi hallgatók lesznek, készülnek egy életre, orvosok akarnak lenni, és hogy, hogy hogyan befolyásolja a kettejük életét ez a ez az eltérítődés, hiszen nyilván erről is szól ez az egész ez szükségszerűen lett két nézőpont, vagy itt? Uh, itt hogyan függött össze a, a feladattal, az kicsit visszautalhatnék arra, vagy megint tippelni próbálok, hogy azzal kezdtük itt a Laci első kérdésén, hogy külső nézőpont, belső nézőpont itt ugye uh, Kolozsvárra érkező van, aki messzebbről érkezik Kolozsvárra, van, aki közelebbről uh, épül be Kolozsvárra, tehát ez az ő különbözőségük is számított? Ahogy nagyon érzékleteset kezdted az egy, kettő és négy nézőponttal, ez, ez tulajdonképpen valóban az van reményeim szerint, hogy a, az író mégiscsak tanul valamit menet közben. Tehát ak akkor a feladatot próbál megoldani, amit meg is tud oldani, és, valamennyire, és én valóban az első könyvben egy nézőpontot tudtam megoldani. A másodikban világos volt körülbelül egy olyan száz oldalnyi szöveg megírása után, hogy nem tudok több nézőpontot megoldani, tehát még nem tartok ott írói tudásban, de ez persze lehet, hogy túl ambiciózus kép saját magamról, hogy mégis van valami fejlődés. hogy, én tulajdonképpen sokkal több embert akartam megszólaltatni, sokkal több hangot, nézőpontot, és persze aztán majd nyelvet is. De valahogy nem írta el a szöveg, vagyis én nem tudtam megoldani magyarán. Tehát annyi, annyi működött jól, amit ez a lányszereplő és a fiúszereplő vállal föl. A többi szétnyomta a könyvet, nem találta meg a helyét. Írtam egy csodálatos monológot egy ö, ilyen gyógyhüvegkel gyógyító asszonyról, amit így egy az egybe, 30 oldalat vagy 40-et így ki kellett venni, mert ö, nagyon szép volt önmagában, de megállt a könyv, és így valahogy így bezuhant. Tehát nem, nem értettük, hogy az ott mit keres. Ö, nem tudtak igazán szervesülni a többi szereplők, és tulajdonképpen az apa hosszabb szereplésén kívül, Nincs igazán adva más szereplőnek lehetőség megnyilatkozni. Tehát én ezen a ponton ennyit tudtam, de azt viszont tudtam, hogy csak olyan emberek referálhatnak erről a korszakról. Én nem érzem sértőnek a Triano regényt, mindaddig, amíg ö, ö, nem ezzel a könyvvel próbálnak aláírás gyűjteni a Trianoni határok megsemmisítéséért. Szóval ö, ez, 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 ez nekem rendben van azt, azt tudtam, hogy olyan embert próbálok megírni, akit meg tudok, és egy fiatal sokkal kevésbé tudja összerakni, ugye ők éppen egyetemi tanulmányaik végén vannak, sokkal kevésbé tudja összerakni, hogy mi történt vele, és még nem él meg akkor a tragédiát, mint egy olyan ember, aki karrierje csúcsán van, azt ne, az sokkal nehezebb volna megélni, mert annak az embernek sokkal nagyobb összeomlást kell megélnie. Ö, egy teljesen új környezetben kerülhet, tehát például egy Jano, Janovics központú könyvet, Janovics jelnő a Kolozsvári Nemzeti Színház igazgatója, aki valahogy így egy kicsit mindig szerepel könyveimben, de itt elég hangsúlyosan. Azt hiszem, elég sok szép mindent őriz itt a könyvtár Janovics ügyben. Igen, a színház történeti tár. Tehát, hogy, hogy az, az egy sokkal nagyobb és nehezebb történet. Ami viszont biztosan nem érdekelt, hogy mi nekem a jelenből erről a véleményem, az nem érdekes. Tehát, meg nincs is semmilyen véleményem. Tehát a, nem a véleményem van, hanem egy történet érdekel, az, hogy emberek ezt megéljék. De lehet, hogy a, a kérdésednek egy része valahogy így elporlott menet közben el, elvesztettem. Hát a, a, a székely, aki Kolozsvárra jön például. Az, azt mindig fontosnak éreztem. Ez nem működik? De? Csak ja, közelebb kell tartani, bocsánat. Ö, az mindig nagyon érdekelt, hogy... És messzebbről kezdem. Messziről minden település, város, akár ország nagyon homogénnek tűnik. Tehát szoktuk azt mondani, hogy az olaszok ilyenek, vagy... Az én kolozsvári tan tanítványom mondják, budapestiek azok ilyenek. Szóval me messziről minden nagyon ö, egyforma, és ez persze lehet, hogy kell nekünk ilyen, kellenek ilyen ítéletek, hogy el tudjunk igazodni abban, hogy legyen ami komfort érzetünk, hogy a németek rendesek, a franciák meg flagmák, De ha magunkról beszélünk, akkor, akkor már rögtön nem érezzük azt, tehát 28 évvel akkor itt, és a budapestiek nem tudnám megnevezni egy jelzővel, vagy öttel se, hogy milyenek. Üm, és ugye ez, ezek, a, ezek a hősök mégiscsak benne vannak egy világban, és ők ugyanúgy nem tudják azt, hogy ez a világ homogén volna, vagy volna valamilyen általános erdéség. Lehet, hogy egyébként van, ezt sosem kockáztatnám meg, hogy megírjam bár lehet, hogy nem kéne ígéreteket tenni, de hogy nincs egy ilyen homogén világ, amiben az emberek egyfélék, egyféle, és főleg egyféle származásúak. Tehát én, amikor bemegyek egy osztályba az egyetemen, és ott megszólalnak a színészek, a Csíkszeredától váradig, annyiféle nyelvet hallok, annyiféle mentalitást hallok, annyiféle attitűdöt hallok, és szerencsére ez a az egyetem nem összemossa őket, hanem talán inkább hagyja őket jobban magukra találni. Tehát, hogy nagyon sok félék. Származásilag is nagyon sokféle ez a világ. És ez a heterogenitás, az mindig sokkal izgalmasabb, mint ez a homogén világ, ami valójában egy kényelmi, nem tudom, felcímkézése a világnak, de valójában ez nem írja le a világot, hanem megúszszuk a megismerést általa nagyon ott tartunk már a, a, az Omerta regénynél, amelyikből, amennyire tudom, hamarosan hallani is fogunk részeket. Pont ez a sok szólamuság és ez a sok féleség még erősebb benne nyilván, mint a, a fejtől sláptólban. Tehát van egy van egy rózsanemesítő történet, akit nevezzünk meg, hogy Palocsai Rudolf, Hoz igen csak a te főszereplőd, aki egyfajta ilyen románi-magyar micsurinként működött a 40-es-50-es években. Van egy széki ö, parasztasszony, ö, van egy ö, apáca, aki börtönt szenved, börtönbüntetést emiatt, és van a negyedik szál, amire rákérdeznék talán leginkább, hogy a hóstát. Ez, hogy találtál rá a hóstát történetére, ugye ez, ez kicsit paraszti is, nagyon városi is. Mi ez az identitás? Tehát itt, itt ez a legizgalmasabb bizonyos szempontból, hogy, hogy van egy ilyen Kolozsváron. A, a, a hostát számomra meg valószínűleg minden kolozsvári számára egy, egy ö, talán legfiatalabb nemzedéknek már nem, de egy létező ö, ember akár hely, foglalkozás. Ö, nyilván ma már sokkal többet tudok, mint amikor a kamaszkoromban a hostátiaktól zöldséget vettem a piacon. A, a, nagyon közel laktak a nagymamám még a hostáthoz, tulajdonképpen a pámháza is a hostátban van benne, és a 80-as években nagyon erősen élt bennem, bennünk az a félelem, hogy bizonyos dolgokat a városban lebontanak, ez, ez a félelem ma sem szűnt meg teljesen, bár nekem már ott nincs mit féltenem. Én mint ahogy valóban a 70-es évek végétől fel is számolták a hostátot. Azt kezdett el érdekelni, mint minden ilyen nagyon sérelmes történet, hogy vajon mennyire elbeszélt történetek ezek, mennyire fontosak egyáltalán, mit tudnak elmondani a városról. És ahogy elkezdtem ezzel kapcsolatban kutatni, és azt kell mondanom, hogy az elég gyorsan véget ért ez a kutatás. Tehát, hogy nagyon-nagyon kevés dolog íródott a hostátról. Van néprajzos, aki úgy, úgy gondolja, hogy a hostát felszámolása, hogy ezek zöldségtermelő, paraszt életmódot élő, de városi emberek, elmagyarosodott németek, táncrendjükben keringő is van, ami fura egy néptáncban, hogy így mondjam, legalábbis magyar néptáncban. És az ő külső területeiket, vették el egyrészt kollektivizálás során, és aztán később, majd, majd aztán a, a kerteket is. Ö, és tulajdonképpen megszűntek a foglalkozások, a családok elvesztették a megélhetésüket, blokkokba kellett költözniük, nagyon sokan öngyilkosak lettek. Van néprajzós, aki ezt, ezt, ezeknek a hostátoknak a felszámolását, a hostátok azok az egységek, ahol laktak ezek a, az emberek, azt egy népírtásnak neveztem. Ö, azért kezdett el foglalkoztatni ez, mert minden kisebbség egyben többség is. Tehát tulajdonképpen, amikor a magyar kisebbségről beszélünk Romániában, az úgy kisebbség, hogy annak van egy többségi helyzete is. Hiszen a kisebbségen belül mindig vannak még kisebb egységek. A hóstát ilyen. Ö, a magyar zsidóság ilyen, vagy ilyen volt, mert hiszen nagyon miniatűr ma már és még sok kisebb egységet, etnikai vagy más alapon megragadható kisebbséget lehetne megnevezni, és érdekes módon a minél kisebb kisebbség, a történetei az én eddigi ismereteim szerint annál bonyolultabbak és annál sérelmesebbek. És mivel egyszer csak azzal szembesültem, hogy ezeknek a brutális rombolásoknak, amit Feleki Károly csodálatos képeken őrzött meg és dokumentált a 70-es években, és egy nagy része meg is jelent akkor, ami nagyon meglepő, a 80-as évek közepén megjelentek ezek a fényképek egy szociográfiában, és Feleki Károly nagyon nagy szeretettel fogadott és mindent megmutogatott. A, tehát rájöttem arra, hogy ez, ez a történet, ez, ez nincs elbeszélve, és hogy itt nekem lehetne, tehát én lehetnék az, aki elbeszélem a hogy úgy mondjam, a hangtalanok, a hangnélküliek történetét, ami egy rendkívül kockázatos vállalkozás, hiszen az ember milyen alapon szólal meg mások nevében, van-e egyáltalán hozzá felhatalmazása, jól bánik-e, jól bánik -e azzal, akit képvisel? Ugye ez egy nagy-nagy kérdés, hogy jól bánunk-e azokkal, akiket képviselünk. Viszont ott ültek a könyv bemutatódon Igen. azok, akikről szólt ez a könyv, úgyhogy ez egyfajta megerősítés lehetett mint hogy eléggé elszaladt az időnk, még egy-két kérdésre van időnk. Ugye azzal kezdtük, és Imre itt a nézőpontok kapcsán, hogy a 70-es, 80-as évekből visszatértél a második regényedbe, tulajdonképpen a trianoni időköz, 20-as, 30-as években és aztán a, legutóbbi regényedben pedig az 50-es évek, és már nem is csak Kolozsvár, hanem Kolozsvár külvárosa kerül idő. Valóban azt nyilatkoztat, ha jól emlékszem, hogy, hogy, hogy ettől féltél egy kicsit, tehát hogy úgy nem ismerted magát az időszakot, és ez egyszerre vonzó taszító volt, vagy, vagy, vagy hogy érzed, hogy ehhez több neki feszülés kellett, kicsit távolabbról közelítettél ehhez, mint mondjuk a kulturális emlékezetben azért erősebben élő trianon, trianoni Szakhoz. Hát mondjuk azt tudnám mondani, hogy így, így, árnyaljam a félelmeimet, hogy a trianontól igazából rettegtem. Az 50-es évektől csak féltem, és nem tudtam róla semmit. Ez a semmit tudás... Ez egy, azt hiszem, hogy minden írásnak valahogy így az alapállapota. Tehát az ember igazából egy olyan, olyan helyre próbál belépni, ahol egyrészt nem, nincs semmi, mert nem tud róla semmit, de ez a semmi egyszerre nagyon bénító, de nagyon inspiráló is, hiszen ott a vágy, hogy, hogy, szeretném megismerni. Hogy miért pont az ötvenes évek az talán, talán azért, mert ott, van egy hiány a fejemben. Tehát a, a 70-es évek, amiről már írtam, és a második világháború, amit nagyjából még meg se érintettem, és egyelőre nem is tervezem, a között van egy ilyen lyuk, és hát ha valamilyen kérdésfelvetésem is volt, hogy mi van a diktatúra előtt. Ugye az első könyvem egy diktatúráról szól. Mi van a diktatúra előtt? Hát egy másik diktatúra, csak picit máshogy működött. Tehát, hogy ezek a rossz hatalmak hogyan működnek, ez engem mindig nagyon érdekelt. Nyilván már ebben nőttem fel, meg valahogy ebből nem lehet szabadulni. És ez a... Ez a nem tudás, ez, 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 tulajdonképpen egy jó állapot, akkor, ha ez tapad valami nagy izgalom, az az izgalom, hogy ott azért van valami keresnivalóm. Nyilván a keresnivalóm összefügghet azzal is, hogy erről nem olyan sok mű született a kortárs irodalomban, nem a magyarországi vonatkozású irodalomban, hanem a romániai magyar irodalomban. Szerintem nem olyan sok minden íródott. Bár most az elmúlt években volt két-három könyv, a Sajem Zsuzsa, a Szabó Robert tehát ugye valószínűleg egyszerre jut eszünk be. ugyanaz, ez már megtörtént máskor is, Vida Gáborral, vagy a Dragománnal, ez, ez tök jó, tehát az azt jelenti, hogy a dolgok valahogy mégiscsak ott vannak jelen. Úgyhogy ez a, ez, ennek van egy hívása ennek, hogy az ember nem tud semmit. Ugye egy város történelme, végső soron arról szól a ma estünk, tehát hogy egy város történelme azt gondolom, hogy szükségszerűen fragmentáltan tárgyalható, ez szép irodalomban épp úgy, mint az értekező prózában történészek, irodalomtörténészek lehet -e egyáltalán másként. Tehát ugye beszélhetünk a, a, város csak 20. századot tekintve mondjuk egy monarchiabeli létéről, aztán az impériumváltás utáni, tehát a két világháború közötti időszakról, és aztán a második világháborút követőről, meg majd a 89 utániról. Ez úgy szépen leképeződött, de én szándékosan tartogattam egy, egy, egy kérdést így a végére, egyfelől azért, mert szamos, másfel, másfelől azért, mert a következő vendégünk Márton László lesz, és a Márton Lacinak van egy nagyon szép, szerintem már legalább 15 éves elbeszélése, az a címe, hogy az elbeszélő hová menekül, és azt, azt írja le röviden, hogy egy budapesti ként ő elmegy Kolozsvárra és megérkezni mindig is Kolozsvárra fog és nem a valós mostani városba Magyarán úgy szólna a kérdésem, hogy mennyiben lehet egy városnak eltérő kulturális és történelmi emlékezete mondjuk az ott élő különböző nemzetiségek szempontjából. Ugye Márton Laci eljátszik ezzel a gondolattal, és azt mondja, hogy itt van a Szamos nevű folyó, de ez valójában a városon a Szomes nevű folyó folyik át. És ő megérkezik a Széchenyi térre, ami valójában ma Mihály Vitjázul tér. És ugye úgy konkludál, hogy azt mondja, hogy itt igazából egy fiatal pár, olyasmi, mint mondjuk a regényedben, elfut egymás mellett, egy román és egy magyar ifjú, nem találkozik össze. És az azt gondolom, hogy sokunknak tapasztalata, hogy mennyiben más egy kulturális emlékezetben szocializálódott valakinek a város magyar, ő hozzáteszi, hogy és ebben benne van a sváb, és a német, és a szász, és egyéb hagyomány is, vagy a jelenlegi ö, ö, fázis. És ugye ott konkrétan a Széchenyi téren, a kisvári Kolozsváron, ugye a mai Vitázul téren, ott ennek a nagy lovas szobornak is a jelentőségét, egyeseket zavaró jelentőségét szóvá teszi. Azt mondja, hogy egyesek nem akarnak tudomást venni róla, mások egész, egész egyszerűen azért, mert kognitív diszonanciákat szülne. És ugye ő ezt az egészet valóban az elbeszélő szempontjából vizsgálja csak. Tehát, hogy az elbeszélő ezzel mit kezd? Talán érthető volt. Uh... Nem, nem ismerem ezt a novellát, majd elolvasom. Nagyon érdekes. Az, az a, igen, ez a tapasztalatunk nyilván van, hogy egy városról teljesen más emlékezettel bír, ha egyáltalán, tehát nem feltétlenül bír emlékezettel mindenki. Szilágyi Juliánál jártam nemrég vendégségben, kolozsvári író, eszésta, és arról beszélgetünk, hogy a hóját, a város melletti, hát ilyen hagyományos kiránduló erdős részt elkezdik valahogy átalakítani, kivágni a fákat, beépíteni, és már egy részétel is kezdték ott a törökvágás felé, és Júli mondott egy nagyon fontos mondatot, hogy hát ezeknek az építési vállalkozóknak semmit nem jelent ez a város. És hogy, úgy megütötte a fülemet, hogy nyilván valaki, aki ebben a városban született, oda járt kirándulni, ott sütögetett, nem tudom, sült húst, hogy nem mondjam, gratárt hétvégenként, és sörözött a családjával. Ha építési vállalkozó is lesz, lehet, hogy valahogy érzékenyebb arra, hogy ez mit jelent a városban ez a hely. És valóban ez a város, ami Különösen számomra most vált igazán ijesztő, méretű és rettenetesen megnövekedett, és nagyon nehéz benne szerintem közlekedni és néha élni is, bár nem ott élek, de rendszeresen járok. Tehát azt, azt érzékelem, hogy rengeteg ember kerül oda, akinek semmilyen kapcsolata nincs a várossal. Az viszont valóban, amit emlegettél, hogy itt van ez a Széchenyi tér a Mihály Vityázó szoborra, mi soha nem ültünk le ott a parkban. 18 évig egyetlen egyszer se ültem ott a padon, mert ahhoz a helyhez nem akartam kapcsolódni. De ma már ezt felülvizsgálnám azért. Tehát a Závram szobor elé is leültünk nem olyan régen barátainkkal. Tehát, hogy valahogy a tereket szerintem vissza kell foglalni. Abban az értelemben nem úgy, ahogy ez ha, értelmeződhetne ez a mondat, mielőtt félreérték, hanem, hogy az már ott van. Használjam, lakjam, nézem meg, hogy milyen ott ülni. Lehet, hogy szívesebben ülök két utcával odébb, ahol nem tudom, a, az Óvárban, de hogy valahogy ezeket lebontani magunkban, ezeket az ellenállásokat, és emlékszem, hogy a villamosra sem ültem fel rendszerváltásig, mert az egy ilyen Csáosészkú villamos volt. Ceausescu hozta oda a villamost a városba, én soha nem villamosoztam Kolosváron. A rendszerváltás után valahogy talán így el elkezdődött az, hogy úgy, úgy megkopott ennek az emléke. De hogy, hogy a különböző nemzedékeknek is nagyon más emlékezetük van nyilvánvalóan a városról, meg az én magyar hallgatóimnak is, akik jönnek mindenféle irányokból, és egy csomó mindenről, nem csak, hogy nem tudnak, de nem tudják, tehát ha azt mondom, hogy Széchenyi tér, jön valaki Szennyről, neki az nem Széchenyi tér, neki az Mihály Vityázú tér, mert a, tér, a Google térkép úgy fogja kiadni, és hát hiába próbálkozunk a Google térképen a Széchenyi térre elmenni a taxissal, nem fog sikerülni. Tehát, hogy ez egy realitás, nekem nagyon nagy gondot okoz, szerencsére ez a térkép már segít, hogy ugye a gyerekkoromban nagyanyám használta a város ö, utca neveit egyféleképpen, mi azt úgy használtuk, azt már a Ceausescu korszakban átnevezték, majd utána a rendszerváltás után megint átnevezték, és fogalmam sincs, hogy hogy hívják azokat az utcákat, mi a ja, Magyar utca? Ott valószínűleg Korsvára egyik legfontosabb utcája. Nagyon sokat kell gondolkodnom, hogy tudjam, de nyilván, mert nem élek ott, ezt hangsúlyozom, de ez a sokszoros Palémszázt átnevezős díj, ez, ez nagyon-nagyon különös helyzeteket és állapotokat szül. Csak az jutott eszembe zárszóként, optimista zárszóként részemről, hogy a, apropó, hogy tudják-e a diákok, hogy Széchenyi -tér, hogy én amikor a korunk szerkesztőségéhez taxit hívtam, akkor azt mondtam a telefonba, hogy Péremia Grigorescu Csínzesi Dojvorog, mire hallom a taxis diszpécsert, hogy Rákóczi doly mondta a többi taxisnak. Tehát, hogy a, a taxis román, taxis szlengben az Eremia Grigorescu funár korszakba kapott utcanév, az még Rákóciként funkcionált a románok számára is. Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést mindkettőtöknek, időnk eltelt. Minden est során megpróbálunk néhány unikális darabot vagy kincset bemutatni a témához kapcsolódóan a Nemzeti Könyvtár gyűjteményeiből. Most nem unikális kincseket válogattunk, hiszen elsődlegesen ugye 20. századról beszéltünk Andrea regényei kapcsán is, úgyhogy én egy-két folyóiratot mutatnék most be. Nagyjából 1928-tól 1968-ig terjed az ív, nem véletlen, nyilván olyan lapokat választottam, kolozsvári ikonikus lapokat, amelyek egy picit ugye ilyen évforduló szempontjából is fontosak. Az első és a legfontosabb nyilván, vagy talán most így ezt mondhatjuk az időszakból az erdői helikon, ami 1928-ban, tehát 90 évvel ezelőtt látott napvilágot, és a két uh, háború közötti erdélyi magyar irodalom, talán mondhatjuk ezt, legrangosabb folyóirata lett. Munkatársa volt a korszak, csak nem minden számottevő írója főszerkesztője mindvégig a valóságban Kisbán Miklós, azaz Bánfi Miklós volt, aki Budapestről 1926-ban, tehát épp ugyanabban az évben telepedett haza. Indulásakor Áprili Lajos, később Kunca Ladár, majd Lakatos Imre és Kós Károly voltak a szerkesztői. Ugye ezt csak az egybeesés kapcsán emeltem ki, itt látható volt az első évfolyamnak a címlapja, majd az est végén szokás szerint meg lehet ezeket tekinteni, közelebbről is, és javaslom is mindenkinek. Egy fotót hoztam a korabeli újságból, itt ugye a Marosvécsi Váról, hiszen nem függetleníthető az erdélyi helikon közösségétől maga a lap, és én úgy szoktam diákjaimnak is tanítani, hogy 24, 26, 28 ezeket az évszámokat érdemes megjegyezni. Az egyik a szép műves cél, a másik a helikoni közösség, Marosvécs, és a harmadik pedig magának a lapnak az elindulása tehát 1928. A másik dián látható rajz, egy Helena rajz, azt csak azért emeltem ki, mert azt maga Bánfi Miklós rajzolta, aki hát valóban egy zseniális reneszánsz egyéniség volt, és a külügyminiszterségtől a Magyar Nemzeti Színház és Opera főintendánsáig, tehát mai szóval a főigazgatóságán keresztül egészen a, a legkülönbözőbb képviselőházi tisztségekig sok mindent betöltött. Színháztörténeti tárunk szintén rengeteg értékes anyagot, díszlettervet Őriz Bánfitól, akinek egyébként a Szegedi szabadtéri játékokat is köszönhetjük, meg, meg száz minden mást, ugye köztük például a hűséges városnak, ugye így szoktuk emlegetni Sopronnak a megmentését vagy megtartását. A másik pedig egy ugye, Adi Endre és Kalota a című cikkhez kapcsolódóan egy Kóskároly rajz, nyilván egy litográfia, ez is itt látható, amit kiemeltünk. A második folyóirat, amit bemutatnék, mint Kolozsvári folyóirat, ugye az a Korunk című lap, annak egészen pontosan a második folyama, mert az első folyam az még a 20-as években indult. Ugye a Korunk az hát egy, tulajdonképpen egy világ vagy nézeti lap volt a a szerbantalféle híres 1934-es irodalomtörténet így emlegeti, tehát a helikonnak valami formában ellenlábasa is, és ugye ez 57-ben indult újra a második évfolyam, ugye még egész 1989-ig tartott, és majd 90-től indult a harmadik folyam mindmáig, ugye Imre barátunk ennek az egyik szerkesztője is volt. Ugye itt a címlapot lehet látni, és hát a tartalomból azért itt kiemelek, ez már a Tomp Andrea Omerta című regényéhez is kapcsolódik azért, hogy itt a pályaválasztás kérdése ez holtenger, csak otelló védelmében létai, lajos költői útja, és majd egyéb finomságokat lehet ott látni benne, hogy, hogy melyek voltak a fő témák, mondjuk éppen az általam említett Szerbantal, de akkor már világirodalom történetéről is van egy, 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 egy igen érdekes cikk az 58 év évfolyamban. Ez ugyanitt közölt kolozsvári Mátyás emlékmű, mert hogyha városról beszélünk, akkor meglehetősen sematikusan, de azért valóban kulturális emlékezetben nagyon fontos emlékműveket is kiszoktunk emelni. Maga a folyó is, ilyen a fellegvár is, ugye a Mátyás uh, szobor és a Szent Mihály templom ott a háttérben, mint látjuk, vagy a kép másik sarkában a Bánfi palota egyik szegmense. A harmadik lap, tényleg csak, hogy az idő rövidsége miatt, az a napsugár. Ugye a napsugár az 57-ben indult ugyanúgy, mint a korunk, tehát majdnem beleillik itt a 8-as évszámokkal záródó képbe. Ez egy kisiskolások számára szerkesztett, egyébként mindmáig élő, magyar nyelvű gyermeklap volt, és hát látni lehet azt, hogy egyébként mellékleteiben a, még egy óra rendet is közölt, ha valaki nem tudja majd elolvasni, ott a alsó sarokban látszik, hogy rend a lelke mindennek, és a gyermekeknek írják, hogy olvasd a napsugárt, és befizetted de meg? Elkészültél-e már az előfizetéssel? Hogyha nem, akkor azonnal. De egyébként nagyon gyakorlatias volt, és még ilyen társas játék melléklete is volt, amit szintén itt élőben meg lehet majd nézni. Ugye azt azért hozzátenném, hogy az életre hívása az egyfelől 56 októberében történt, tehát pont a magyar forradalom és szabadságharc hatásának hát azt mondanám, egy kicsit taktikai csillapítására is, no meg persze az Erdély Magyar Ifjúság és Gyermek sajtó megteremtését sürgető jogos igényekre egyfajta válaszkép. És akkor az utolsó, az pedig az Equinox lenne, amelynek kerek évfordulója van idén, az 1968-ban indult Equinox, abból itt a tárló faszélében látható egy nagy példány, ugye ez egy három nyelvű diáklap volt, román, magyar és német, ami szintén él még tudtom szerint mind a mai napig, ugye a Bábelesbői Tudományegyetemnek a a lapja folyóirata és a magyar oldalak, ugye ez pár oldal volt, magyar oldalak szerkesztői között azért olyanokat találunk, mint Bréda Ferencet, aki nem rég el, Bretter Zoltánt, Egyet Pétert, vagy éppen Szőcs Gézát. Ugye ez egy nagyon komoly irodalmi melléklet volt, míg az 50-es évek, 57-58, amiről említettem, egy picit ráhatáskép is jelentkezett az 56-os magyar forradalomra, és annak egy, hát szordinósan mondanám, csak egy pici enyhülést hozó 57-es, 58-as évének addig a valós enyhülés Romániában 68-ban valóban kimutatható, és pár év 68 és kb. 73 között van egy olyan szabadabb légkör Erdélyben általában Romániában, amikor megjelenhetnek folyóiratok, intézmények jönnek létre, Bukaresti TV magyar adása és egyebek is. Szóval innen formában meg népi táncegyüttesek és különböző fórumok, ilyen formában gondoltam fontosnak az Equinoxot. Egy lap nem fért ide, de ez tudatos volt, hogy kolozsvári lapok közül az utunk, amely talán ebből az időszakból a II. világháborút követően a legrangosabb, ugye ez az írószövetségnek a lapja volt, de hát az még rögtön a, a 40-es évek végén, tehát világháború után, 46-ban e, indult el. Én a tárló egyéb második tárló részében Csobán Attila kollégámnak köszönöm ebben a segítségét és a válogatását. Ide pedig olyanokat válogattunk, amelyek egy kicsit korábbi időszakokra mutatnak, tehát a 45 előtti időszakokra két okból. Az egyik nagyon szép díszalbumok az MK részéről, tehát a ugye az Erdély-Magyar Kárpát Egyesület részéről annak különböző jubileumi évfordulójához kötődően. Itt pedig egy nagyon szép Mátyás emlékkönyv látható, amit nem mellesleg ugye most Mátyás emlékév van, amit a 20 években állítottak össze, és ugye hát nem véletlenül Kolozsvárt, mint kincses város szoktuk emlegetni. Hát ebben ugye itt mindenki felsorakozik, Mátyás király, mint a város nagy szülötte mögött. Egyébként reményeim szerint ezt a kötetet hamarosan az OSK és a Kossuth gondozásában közösen, faximilében is kézbe vehetik, majd ez volt itt a reklámhelye. Egyébként pedig nagyon sok és nagyon szép számú uh, képes lapot állítottunk ki, a plakát és kisnyomtatványtár eredeti anyagából kérek mindenkit, vagy javaslom mindenkinek, hogy az est végén ezeket tekintsék meg, nyilván azokról a helyszínekről, amelyek hát többek között a, a második Tompa Andrea regényben is többször említésre kerülnek. Ugye itt lehet látni még a, az Equinoxból uh, kiemeltem, egy-két oldalt általános világirodalmi, magyar, művészeti vonatkozásokban, vagy helyi, ilyen volt például a Gál Gábor kör 68-69-ben, és ugyan nem látni, de ott a lap alján ugye szép irodalmat is közölt az Ekinoks, többek között ö, 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 mondjuk Balla Zsófiának egy verse, látható majd, aki idejön és közelben, élőben megtekinti. Ennyi lett volna, köszönöm szépen részemről a prezentáció, és azért, hogy ne húzzuk az időt tovább, és azért, hogy visszatérjünk valóban a ma esti művészi produkcióra, tisztelettel és szeretettel föl is kérem egyúttal uh, Dimény Áront és Albert Csillát, akik uh, az Omerta Hallgatások könyve című az 50-es években játszódó Tompa Andrea regényből fognak egy olvasószínházi verziót számunkra előadni. Kali könyve 15. oldal. Minek vártam ennyit? Már tiszta vénasszony vagyok. Megyek a cselét piacra, Biza. Jó, korán reggel kiállok, eladom magamat. Nincsen nekem más semmi, csak magamat adhatom el. Megyek szolgálni. Hiába mondja furugazda, hogy ő a maga ura, mert azért csak minden ember szolgál. A hóstát is szolgál, a király is, ha jó király, csak kell szolgáljon. Szolgálja a népjét, mint Mátyás király. Csak a rossz király nem szolgál. De biza Mátyás király óta nem volt nekünk egy jó magyar király, hogy az a mesékbe is benne legyen, és a gyermek is mind megtanulja. Jaj, mekkora mesét tudok én arról a Mátyás királyról. Hogy tudom mondani, de hogy? De hát, ha egyszer senki nem hallgassa most megyek ki a városba, a piacra, mint kicsi koromban. Mikor megvoltam már 12 éves leánka, elébb nem engedtek, és akkor fogott édesanyja, hozott ki a piacra, a kincses városba, azt mondja, holnap viszlek eladni, te Kali, teszem be a kendőt, a fersinget, el lesz szépen pesztrának, vagy a tehén mellé, vagy lehet mész hagyma ültetni, a nagy leánka vagy már, hát való vagy már a föld mellé. Másnap mentünk ki. Én úgy örventem, hogy kenyérkereső leszek. Ott állott már reggel négykor a sok ügyes széki legénys leánka, adták el őket a hóstatiknak, vitték mind a fehér kenyeret. Olyan kis macskatökös kalapkában a fiúk, a lányok meg szép fehér keszkenyőben. Jaj, de nem szolgáltam én már 22 éve. Hát most viszem magamat eladni, Drága édesanyja, ha tudná, majd meg tudja, nem kell arra várni. Egy nap nem kell, s tudja, mert olyan jó a falu, mindent a szájára veszen. Bizony már elé voltam készülve erre a nagy útra. Rég volt ez nekem rendelve. De nem azért nagy, mert annyi sok kilométer, mert csak egy nap járás. Hanem, hogy mégiscsak az ember fogja magát, és akkor ott hagyja a házát, amiért annyit szenvedett. Nagy marha ház a község főutcáján, a felszegen, bár sose láttam volna bévűről. Apám mondotta, hogy ne a házat nézzem, amikor már akaródzik menni férjhez, hanem az embert. Hát de gondoltam, hát mi rossz van abban az emberben? A kicsi ember nem is igen szól, nem tud olyan szép szavakkal udvarolni, csak mindig jö, minden szombaton polgárestéken sit ül. Bárba nem visz, táncba egyszer sem megyünk. Csak ül, kapja a tésztát, a pálinkát, keveset beszél, és azt is a szülékkel. Csak mikor setét este van, és ülünk a tornázba, és kezd húsolni, de aztán úgy húsol, de úgy, hogy megfájdul a melyem, úgy, mint Markója. Mondom is neki, hogy nem félek én semmitől, na csak ne szorítson úgy. Pedig gondolhattam volna, hogy nem jó órában volt ez a két élet összekötve. Mert amikor bokrétával az esküvőnkre mentünk ki a kapunkon, fel volt díszítve kék búzavirággal, megbotlottam. Az ember meg nem mondott semmit, ahogy szokás lett volna. Kellett volna köpjön egyet, átemelni a kapun, hogy mutassa, mindig az asszonya mellett áll, akármi baja lesz is, ha beteg is, ölébe fogja tartani. Hát így van a szokás, de nem tartotta. Ha abból a kapuból visszafordulok, más lett volna a sorsom. Visszafordulok, kicsit haragusznak, veszekednek, na meg is vernek. Aztán el van felejtve. És akkor más sorsot csinálok magamnak. Aztán már úgy gondoltam, sose fogok én elmenni. Hát hova menjek, vén feljel? Ez a tolvaj meg annyit fog élni, még nálomnál is többet. Mert a rossz embernek hosszú időt ad az Isten, hogy kínlódjék itt a földön a maga rosszaságától. A jónak meg keveset. Mert a jó ember annak is örül a kicsinek. Mert ugye, hogy volt szegény Jósárival is, kicsit adott neki az Isten, de azzal a kicsivel volt boldog. Jaj, ki nem tudom várni, hogy felforduljon ez az ember. Csak aztán jött haza szombat éjjel, megint a kocsmából, a ruha rajta, tiszta sár, vagy béfekütt a vízbe, vagy valamelyik bé mert szent, szemtelenkedett. Hazajő, rugja bé az ajtót nem mond egy szót se, nem köszön, hát nincs vendég, hát kinek köszönjön. Én már rég le voltam feküve, hát nem alszok, mert félek. Jő bé csizmával, béhengeredik az ágyba, lök meg, morog, mert emberi hon, ki nem jö a száján. A gatyát bontja ki magán, úgy csizmában próbál odaférkőzni. Mondom neki, hogy na menjen a maga helyére, amit jő rám. Na vetkőzzék le, feküdjék bé az ágyba, hát éjszaka van hogy én ő neki nem parancsolok, és hozzak enni, és pálinkát, és aztán a seggemet adjam. De hozzám nyúlsz, én megütlek te. Embert én nem ütöttem soha, de most kapol. És akkor megint ordics nyúlik felé, mondja, na, picsámat kinek tartogatom? Hogy kinek kell az én vén kupot, Hát így beszél a szégyentelen. Na, akkor bizarre a vágtam a hátára, elég jó, nagyot, mert nyögött beléje és akkor fordul, hogy megkapjon engem, de sóztam rá egyet, kapott az oldalába is, meg a seggire. Na jó, nagyot súhintottam, lehet még a tökét is elkaptam. Amit bánom én? Ha megmozdulsz, kapsz te. Addig ütlek kutya, amíg kiszáll a lelked. Na nincsennek ennek lelke, semmi se szállott volna belőle, csak egy büdös fing. Nem mert mocorogni. Ott álltam, felette őriztem. Úgy álltam a feje fölött, mint egy alabárdos a kolozsvári főtéren, a szoborban, vagy egy sintér. Megkeményítettem a szívemet, nem mozdulok. Vártam egy cseppet, aztán hallom, szép lassan kezd hortyogni ott a föld. Nem halt meg ez három jó botütéstől, volt az hat is. Akkor úgy maradok még egy jó darabig, még pirkadat előtt ki kell menjek, hát megébred, megöl. Ülök, csak hallgatom a szuvakat a gerendába. Ahogy léleg ez, azt én nem hallom. Nincs már nekem arra fülem. A gondolatom ki van menve a házból. Én már csak előre nézek az utamra. Hát a kincses városba menyek. Kincses egy nagy nyavaját. Annak kincses, aki úrnak és kisasszonynak születik emeletes házba, aki meg hóstatinak, meg olyan iparas félének, annak nyomorúság. Vilmos könyve, 303. oldal. Elvisz engem az én nagy rózsabarátom, Jordák Ilali, egy nagy színésznőhöz, mert ő a börtön előtt a Magyar Színházban dolgozott titkárként. Most mind koslat utána a spicli, rá akarják húzni, hogy mikor voltak a magyar események, ő tüzelte a diákokat. De az a nagyobbik baj, hogy nem írta alá, hogy elítéli az ellenforradalmat. Kezd politizálni megint, hogy milyen förtelmes, dogmatikus és sztálinisták vannak mindenütt a vezetésbe. A korunk újságnál is mind a régi gárda uralkodik. Bezzeg az ő nevét nem lehet címlapra írni. De minket nem a politika, hanem a rózsa tart össze. Ő válogatta, hogy mit vigyünk a színésznőnek, mert az utolsó rózsákat visszük a melegházból, aztán már csak a szegfű van. Láttam néhányszor én ezt a színésznőt a színpadon, csak épp nem érdekel engem úgy a színház, mint mondom Lalinak. Ez a Bernarda Alba, amire múltkor elvitt, érdekes volt. Sok volt benne a szép, nem, csak olyan túl komolyak. Minden olyan tragikus. Borlili megdöbbentő volt nem is nő, inkább egy férfi. Sziklából van. Hát van 60 éves legkevesebb, de még tisztára egy nő. Olyan méltósága van, ahogy leül, ahogy a szipkáját fogja. A hangja. Vittünk neki egy csokrot, Lajos mind erősködött, pedig tudja, mennyire nem szeretek én virágot vinni. Lajos azt mondja, rendes csokrot vigyek. Kérdem, miért? Én rendetlen szoktam. Nem, hanem hogy nagyot, 50 szálat. Lali barátom, te tudod, hogy mi itt az üvegházban kínlódunk a téli rózsákkal, mert nekünk itt minimum 28 fokot kell tartani, hogy nyíljon. Ha három szál rózsát tudok neked vinni télen, az már csoda. 15 tudtunk összeszedni a 23 augusztból. Nem mondom én neki, a feletteseknek sem mondom a központban, de hát nem sikerül nekünk a téli rózsa. Ne akarjon az ember télen rózsát, a fene ott tegye meg. Nem tudjuk mi a napot leutánozni. Hogy hát azt nem egy akármilyen nő személynek visszük, hanem Erdély legnagyobb színészi tehetségének. Ilyen nagy nő. Hatalmas színésznő, és kisül, hogy félre volt eddig téve. Nem csak ő, az egész színház. Most az a tendencia, hogy züllesztik le a Kolozsvári Színházat. Minden most csak a vásárhelyi Székely Színház. A Kolozsvári Magyar Színház pedig épp most, idén lett 165 éves. Kérdezi tőlem, mint egy olyan embertől, aki most valaki, tudom-e, hogyan van az megünnepelve, hogy a Kolozsvári Színháznak a 165-ös évfordulója? Hallgatok, mint a kuka. Nem tudom. Lali közbeszól. Lélikém, ide figyeljen, ne kezdjük már megint szidni, bubikám, te most ne szólalj meg, mert Lalit mindenki bubinak szólítja. Nem téged kérdeztelek, hanem Vilmoskát, egy tőzsgyökeres kolozsvárit. Kedves fiatalember, mondja csak, mit jelent magának a 165 éves erdélyi magyar színjátszás? Hát mit feleljek? Ülök ott, mint a bukott diák. Semmit nem tudok. Hát a 165 év óriási dolog. Kérdem bután, mert nem tudom, mit mondjak. És a, hány éves a Pesti Színház? Azt feleli, mi ebben is megelőztük Pestet, képzelje, drága Vilmoska, mikor ezt mondja, a szép kezét annyi sok gyűrűvel a térdemre teszi az asztalon van kicsi pohár apró porcelánból isszuk a feketét, olyan picike tányérok a dulcsácának meg keksznek, rózsadulcsáca, mert kedveskedni akart, kapta bukurestiből. Még a szivarjának is olyan finom parfümös szaga van. Bubi, te tudod a legjobban, hogy én igazán nem magam akarom ünnepelni, és az uramat. Lali ugyanis megmondta, hogy az ő ura volt az igazgató még az első román időben, és még előtte is. Aztán félre lett téve, csak felszabadulás után jött vissza, mert egy zsidó. Bujkáltak Pesten. Janovics Jenőnek hívták, már nem él. De hogy épp egy verses összeállítás, egy kocintás ne legyen, tiszta csúfság, mondja a művésznő. Megérdemelnék, hogy soha többet a lábamat ne tegyem a színpadra. Az erdélyi nemzeti kultúra bölcsője, és akkor most tessék, megint egy francia bohozatot próbálunk. Komédiázzak és nevetessek én! Egy porlili, aki Janovics szelleme, az egyetemes és nemzeti kultúrán nevelkedtem. Csodálatos asszony. Egy igazi valaki. Micsoda nők vannak, ilyen nagy szellem egy színésznőben. Nem is gondolná az ember, amikor nézi őket. Azt hiszi, mindegyik színésznő csak egy olyan kis dísz, egy perzsamacska. Pedig ez a porlili nagy ember méltósága van. Lali megmondja, hogy most Kolozsvárt meg kell semmisíteni. Kolozsvár nem létezik, csak a magyar autonóm tartomány. Stompa. Tompa állítólag átvette az összes színház irányítását Bukarestben. Melyik tompa, kérdem? Mert ismerek két tompát is, testvérek, úgy tudom. Csodálkozok, hogy ők irányítják a színházat, de aztán kisül egy harmadik tompa, egy rendező, akiről szó van. Jordáki aztán megkérdei. Szóval már csak a mat van, mi nem vagyunk. Tudsz te oroszul, barátom? Nem én felelem. Lilike? Hát ő nem tud, és már nem is kíván tudni. Nem is kívánt, de most, hogy látta a moszkvaiaknak a vendégjátékát, egészen elámult. Megértette, mi a lélektani realizmus. Lali azt mondja, hogy hagyhatták a szovjetek, hogy így nevezzük el a mi autonóm tartományunkat? Mert ez tiszta szovjet mintára van, amit ugye matnak írnak az újságok is. Hogy a sakban a mat, kérdem. Hát az biztos is, hogy bemattoltak, de én nem ezt mondom, mondja hanem hogy a mat oroszul az anyád azt jelenti. Anyázás, káromkodás. Aztán kezdenek beszélni valami új bemutatóról, amit Lali elment megnézni. Ej, hogy szitta, buta vonalas szovjet limonádé, hazugság az egész. Szégyen mi folyik itt a 165 éves színházban, amit Janovics Jenő igazgatott, mondja Lali. Megyek haza. Az a kis likőr meg a fejembe szállt. Szép csendes volt ez a tél. Még soha nem volt ilyen csendes. Téli álmunkat alusszuk. De vajon mit hoz nekem ez az év, az 1958-as? Megyünk Párizsba? Nem megyünk? Anuska könyve 466. oldal. El is megyek vasárnap a templomba. Énekelem én a Zsoltárt, az 53-at kell énekelem, gyúrom, csak épp a szívemben nincs semmi. Hogy bűnös vagyok, hát tudom én. És akkor mit csináljak? Ő nem bűnös. Miért nem jön apuka is ide? Keljen fel, legyen magánál. Csinálja a dolgát, hogy tudjam tisztelni. Tiszteletes meg mind az engedelmességről beszél. Há, ha ő rám, amikor B van állítva, és megyen neki a melyemnek, akkor is kell engedelmes legyek. Jöjjön egyszer a tiszteletes, mikor úgy van a pukas, nézze meg. Na akkor prédikáljon nekem az engedelmességről. Hogy a szülő mindig jobban tudja, mi kell a gyermekinek. Nem veszek én úrvacsorát, de hogy veszek? Lássa az Isten, milyen a szívem belül. Hát épp neki ne hazudjam, hogy tiszta. Gondoltam a templomból elhi Juliska néném, hogy menjek náluk ebédelni. Csak épp nem volt Juliska néném a templomba, az ura se. Nem olyan nagy templomosak ők se, hogy mind járják. Lehet kell dolgozzanak. Hát mi a nyavaját tudjak a városba csinálni? Mind megyek az utcákon. Nem, mintha nem is én mennék csak a ruha megyen üresen. Én meg úgy nézem az utcákat, mintha valami mozifilm volna az, amiben én nem látszódok. Na, Anus, olyan neked az élet, ez a mozifilm. Megyen nélküled. Akkor sétálok, és ott vagyok a színháznál. Na, lehet, bemegyek. Van egy előadás három órakor, hát én azt megnézem, lehet, addig se fázok. Mindegy nekem, behunyom a szemem, s kész. Veszek egy kakasülőt, ott teli van hóstátival. Csak azok szebben vannak öltözve. Csak ne legyen olyan gyáros darab. Mind ilyenek mennek most, hogy mennek a gyárba, építkeznek, dolgoznak mind a munkásosztály, és aztán nagy boldogok a végén. Hát már épp nem a munkáról akarok én nézni darabot. Dolgozok én eleget, én azt meg nem nézem. Már megijedtem, amikor mentem be, hogy a Boldogság nevű darabot kell nézzem. Hát nem az, hogy valami idegen írónak a darabja, Maximov, hanem nekem nem kell a boldogság, még a színpadon se. Engemet másnak a Boldogság, cseppet se érdekel a magamét, meg úgy sem fogom sose megtalálni. Nekem a boldogságról nem utassanak darabot, mert én felmegyek a színpadra felén, és megmondom, hogy hazudnak, mert boldogság az nincs az csak oda van írva, hogy elkábítsák az embert. Azt mutassák, a nyavajás életit mutassák meg, hogy veri az Isten az embert. Nézem a címeket, mit adnak. Munkás napok. Hát én azt meg nem nézem, ha fizetnek se. Van nekem elég munkás napom, mert csak az van. Most valami komoly, vagy nehéz darab, vagy olyan szomorító, nem kell. Aztán kibogoztam nagy nehezen, hogy nem az megy, hanem a zsuzsi. Hát kifogok egy olyan jó nagy butaságot, olyan jó butaság, úgy kacag az egész színház dűlszét, tapsolnak, mind kacagnak. Vettem a legolcsóbb jegyet három leját, mi az? Hát annyira én kétkötés murkot adok. Az emberek meg mind kacagnak, én csak nézem, nézem, mondom, jól van te zsuzsi. Mit érdekelsz te engemet, mert én innét haza kell menjek? Hát aztán fent találkozok a drága jó osztálytársammal Zsuzsival. Épp azért jött, mert úgy hívják a darabot, ahogy őtet testvérivel jött. Ibi a nővére már férnél is van, s a férje, hát szép nagy férfi. Aztán mind mondják a szünetben, hogy menjek velük, mert cukrázdába mennek a városba. Hát mondom, nem tudok menni, kell menjek haza, feljek hagyjad, hát majd fej az apád. Hát mit tudjak mondani? Ők semmit nem tudnak apukáról. Mikor megyünk ki a színházból, legalább át vagyok melegedve, fog meg Zsuzsi veszt karon, hogy megyek velük, számat befogom, jössz, készen van. Na, sehogy nem eresztettek. A cukrászda éppen nem volt olyan jó, mert valami habot vettünk, tojáshab megfestve, ragadt, mint az Isten nyila. semmi íze, neki csak a cukor. Hát nekem az nem nagyon esett jól. Rumot is vettek nekem. Gondolom, jó lesz az, hát ha én is bérugok, mint apuka, és akkor ketten fogunk boldogok lenni. Aztán, mikor megyünk ki a cukrászdából, azt mondja nekem Ibi, Zsuzsinak a testvére. Olyan szép vagy te, Anus. Mindenki beszéli, te olyan szépen segítesz édesapádnak, milyen rendes leánka. Na maradj is úgy, édesapádnak a jó kis leánya. Jaj, mikor mentetek ott ketten rózsikával a főtéren, abba a babos ruhába, hát mindenki titeket nézett. Apukád meg vitt kézen fogva. És még mind mondja, mind mondja, hogy milyen szép, meg jó leány vagyok, hogy apukának szorgalmasan dolgozok, mindenki dicsér, irigyli apukát, hogy milyen jó hóstáti leányt nevelt. Hallgatom. Nem is fáj már egyáltalában. Hát ténylegesen ezt gondolja valaki rólunk. Hát a szívünket senki se lássa. Pedig az olyan biza, mint ennek a porcelánmáriának a szíve a katolikus templomba, mert ott annak meg van csinálva a szíve, egészen kilátszódik a ruhájából, és mind meg van hasadva, vérzik. Úgy vagyunk, olyan hasad szívvel. De nekem biza már nem vérzik kiszikkadt a vér belőle. Én már nem sírok cseppet se. Meg vagyok szokva a fájdalommal. Amelyik arcot minden nap megpofozzák, az már olyan jó, kemény aztán. Vilmos könyve, 294. oldal. Vili ilyen beszéd járja most, meg hogy állítólag szaroskaróval sem érik fel az orrom. Na, megjöhettél, pártvili, leereszkedtél a néphez beszélgetni. Pártvili. Épp így. A hátam meget így hívnak, már hallottam. Szemben nem mers senki, csak mikor részeg. Irigyelnek, aztán kezdenek sértegetni. Részeg beszéd, nem hallgatom. Aki nem iszik úgy, mint ők, annak szaroskaró. Miért mentem el a tűzoltóságtól? Nagyobb volt a zsíros kenyér? Hogy tudok az egyetemen tanítani? Nem tudok szerezni neki egy állást, ami jobban fizet. Én nagy ember vagyok, parolázok, dezzsel parolázik a nyavaja. Meg magyaróssal. Egy se tudja, mit csinálok én, mit kutatok, fejlesztek. Elkészüljek Párizsba, olyan ideges vagyok, halok meg. Kali sokat jön a gyermekkel. Dolgozni nem tudok, aztán ideges leszek, küldöm el. Annus meg nem tud jönni, mikor itt van Kali. Szakadok szét és semmi értelme. Olyan ideges vagyok, hogy kell bevegyek valamit. Kali is gyötör. Legalább Annus nem gyötör. Hogy én az érzelmeimet nem mutatom. Én csak egy rózsának tudok érzelmet mutatni, vagy egy őszi baracknak. Párizs. Lesz Párizs a francia meghívót is megküldik. Csodálkozok nagyon, mert egyenest a stációba van a nevemre címezve. Fel lett bontva, vagy nem? Nem tudom. Gondolom fel. Ha külföldről jön, kell tudják, mi van benne. Mielőtt indultunk hazúról, alá kellett írjam, hogy senki román emigránssal nem tárgyalok, nem találkozok Párizsba. Hát nekem ez nem volt nagy kunszt aláírni. Egyet sem ismerek. Nem akarok én román emigránssal találkozni, pedig van ott állítólag tudós, művész, író, minden. Én a francia és német rózsanemesítőkkel kívánok találkozni. Ennyit kértem. Mejland Tantau Cordes. Már második nap kezdek el körbe menni, nézelődni. Na Vilmos, most már ha ezt mind megnézted, meg is hallhatsz. Nem azért, hogy meg akarnék halni, nem vagyok én az öngyilkos fajtából. Csak már itt kinéztem magamnak mindent, amit én az életben még látni akartam. Minden emberi csodát. Szép román szoba a paviljon, szellős, jól érvényesül benne a virág. Nézem a Vilmos Décsit, A3 a 3 stádium, az már a teljes erejét mutatja a virágnak. Egyszer csak jön egy kis köpcös ember, lekezel, Monsieur le président. Úgy elkezd reszketni a lábam, hogy mindjárt le kell üljek. Teremtő atyám, hát itt áll előttem Francis Mailand. Mosolyog, mondja, örül, hogy megismer. Ansanté, ezt tanultam már. Itt van Francis Mailand, és nézi a rózsámat. Csak épp nehogy most kapjak egy infarktust. Akar beszélgetni, hogy miből lett csinálva a Décsi, meg a többi versenyrózsa, pedig mindenik előtt ott van kiállítva két nyelven a fajta leírás. Úgy mosolyog, de úgy, olyan kedvesen, meg Guillaume, Guillaume olyan szépen mondja franciásan, oké, okay, Guillaume, oké, okay. très important, Nem értek semmit, csak vigyorgok, hogy fáj már az arcom. Meg vagyok híva, meg fogják mutatni a Mejland birodalmat. Repülővel megyünk Nidzába, onnan megy a kocsi. Feltétlen kell, menjek, mondja, meg akarja mutatni a tesztkerteket, meg ahogy dolgoznak. Egy szerencsém van, hogy nem engedtek el Mejlandhoz a riviérára. Nincs benne az úti tervben. szerencse hogy nem mentem. Ha megyek és meglátom annak a tesztkertjeit, ahogy hívja, ami hány száz hektáron fekszik neki. Hát lehet, hogy ott helyben mit tudom én? Megáll a szívem, szívstoppot kapok, vagy megüt a gutta, mert az ilyen hirtelen embereket, mint én, mindig inkább megüti a gutta, aztán félig levénulnak. Mert ugye az irigység, én nekem az a leges legnagyobb bajom, hogy mikor kezdek irigykedni, fulladok meg. Nem tudok semmire gondolni, az egész fejemben nincs egy gondolat, csak az irigység. Van, hogy még napokig kell várjak, míg aztán elmúlik és elfelejtkezek róla. Ha meglátom Mejlannak a kertjét, én többet a magaméba be nem teszem a lábomat. Senkinek el nem tudom mondani, hogy nem kellett nekem ez a Párizs. Senkinek, mert nincs emberfia, aki megértse, hogy nem kellett és kész. Megkaptam a diplom dort, az aranydiplomát. Guillaume de Dörumani, És olyan szomorú vagyok, hogy meghalok. Holnap haza kell menjek, és semmit nem vettem még. Mit tudjak én itt venni ebbe a városba, annak a széki asszonynak, meg annak a másik leánkának? Mit tudjak én ezután csinálni? Hová tudjak törekedni? Nem mondom, mert úgy se, úgy se hiszi, senki se. Megkaptam az állami díjat Párizs után, mostan meg az önéletrajzomat kell írjam, vagyis nem én írom, mert egyenesen egy könyvet akar készíteni az újságíró. Egy virágzó élet. Ez lesz a címe. Egy. Hát, ha ez neked egy, Boldog, akinek egy élete van. Egy élete, egy halála. Aki több életet akar magának, ahogy én is. Mert aki a nevét így sokszorosítja, mit akar, ugye? Ha én a rózsámat magamról nevezem, és más rózsákat is elterjesztek, ami az én művem, nekem sok életem lesz. És sok halálom is. Egyszer, mikor én meghalok. Másszor, mikor meghal velem a virágom. Mikor egy kertészetben nem árusítják a liszenszelt Vilmos Décsit, már el van tűnve a kereskedelemből. Mikor már nem lehet kapni se, de a Décsi még ott feslik valahol egy kertben májusban, csak annyit mond, aki látja, hát ez egy sárga te a rózsa. Mert a rózsa ugye nem tudja megmondani, hogy kicsoda ő. Hallgat. Ennyi volt az élet. Itt jártunk, ketté törött a derekunk, annyit, mint hajolgattunk. És senki se tudja. Eleonóra könyve, 625. oldal. Nekünk sehol nem szabad gyülekezni. Benne volt az Omertában. Sehol. Csak itt Mátyás lábánál, hogy mindenki meglássa az úr csodát tesz. Lehet még a templomba is bekísérnek minket azok az egyének, akik figyelnek, vagy még a gyónást is kihallgatják. Meláni azt mondja, tartsunk egy kis szilenciumot, hát ha elmegy nem tudom, hogy melyiket gondolja a mi figyelő emberünknek, mert biza van több hasonló kabátos, egyik újságot olvas, a másik cigarettázik, aztán ott áll két férfi is, azok mind ide tekintgetnek. Vagy lehet nő az illető, még úgy is lehet. Leülünk a padra, összefonjuk a kisújunkat, Leóna, Melánia maguk közé vesznek, hogy én üljek közbül. Nekem mind a két kezem egy-egy testvéremhez érintkezik mostan. Régen ültünk így körben, összefogóztunk, és mindenki megfogta a másiknak a kicsi ujját. Ilyen a rózsakoszorú, senki nem volt egyedül. Édes Krisztusom, hozd vissza testvéreinket, hogy megint mind az ötön tudjunk így ülni körben, összefogózva, tegyél csodát velünk. Mikor így ülünk, senkitől se félek. Még a szememet is lehúnyom. Mennyit ülünk, én nem tudom, de úgy megnyugszom. Már mosolyogni is tudok, érzem. Mire a szemünket kinyitjuk, már egészen besötétedett, Melánia körülnéz, és azt kopogja nekem a padon. Szilenciumot tartotta, szekurista! Először nem értem, hogy van a mondat vége, aztán megértem, és akkor át kacagunk Leonkával, hogy mindjárt Mátyás is ide fordítja a fejét. Én csak két férfit látok, az egyik balról van, a másik jobbról. Ezek szerint ott ültek velünk, ők is hallgattak. Leona gyorsan lekopogja a lakás címet. Betűnként kell mondja háromszor is, mert nem értem. Román az utcaneve, meg kell majd keressem mert mind ki lettek cserélve az utcanevek. Azt mondja, nem menjek a lakására, fél a rokonja. Akkor legalább tudom, hol lakik. Dolgozik, kérdem. Kapott munkát a kendőgyárba. Mostantól megfogadjuk, minden hétfőn itt ülünk a királyfenekinél, a világ szeme láttára. Még sose éreztem ilyen szerelmet, ilyen égést. Szépen kikopogtuk, hogy mind fogunk találkozni. Halkan kopogtunk a padon. Soká tart. De Melánia úgy kacagott aztán, mert látta, hogy a szekurista hogy hegyezi a fülét az újságja megett. Hát, ha nem tud börtönnyelven, akkor nem érti. Mindenki kéne üljön egy kicsit a börtönbe szépen megtanul mindent ott. Ez az utolsó dolog aztán, amit elmondok Anusnak. Mert ezen aztán úgy összeveszünk, hogy jobb lett volna, ha hallgatok. Ennyit se kellett volna mondanom neki. Nem az a miatt, mert az világi törvény, és mi nem nézzük azt. Hanem már értse meg, egy szerzetes nem arra való, hogy magáról mind beszéljen, a maga személyéről. Csak is Isten dicsőségére nyíljon meg egy szerzetes ajka, semmi más beszéde ne legyen neki. Ami az ő dicsőségét nem szolgálja, arról hallgatni kell. Hát biza az Isten dicsősége, hogy úgy lefogtak titeket, és másik mennyi ártatlanokat, és hogy kivallattak. Olyasmiket kellett mondjatok, amit soha nem csináltatok egy percig se, mert biza szépen bevallottátok, alá lett írva, akkor az mind Isten dicsőségére volt? Haragszik, Anus, jaj, beharagszik. Mikor fognak tőletek bocsánatot kérni? Hm? És rehabilitári? Hm? Mert volt, akivel megcsinálták már, nektek az mikor lesz megadva? A rehabilitári. Hm? Mert akkor vissza kell adják, amit elvettek, fődecs mindent. Mondom Anusnak, Biza nekünk a román népköztársaság nem fog megbocsátani. Ezt mondtam a nővéreinknek is, és akkor Leonka felelt rá, hogy mi se fogunk ő neki. És <laughs> akkor át kacagott, akkor át tud nevetni ez a Leonka, hogy megfordulnak az utcán, mikor hallják. Nem olyan szépen, ferencesen, halkan, hanem olyan vadul kacag. Egyszer Fidel atya meg is szitta. Mondta neki, jó jó a ferences derű, de nem jó a vadság. Nem fog mi nekünk megbocsátani a román népköztársaság? Hát akkor mi se fogunk. Ő neki, úgy kell neki, hoppon maradt. <laughs> Aztán Melánia anyácska, amikor már elcsendesedtünk, jól kikacagtuk magunkat, megkérdezte, mi emlékezünk-e vajon a legfőbb imádságunkra, a paternoszterre, és benne is arra a szóra, hogy miképpen. Mert annál a szónál biza nincs fontosabb az mi egész földi életünkben, hogy azonképpen bocsát meg nekünk a Teremtő Atyánk, miképpen mi is megbocsátunk. Mert a miképpen annyit tesz, hogy előbb kell megbocsássunk a másikoknak, minden ellenünk védkezőknek, és akkor nekünk is meg lesz bocsátva. Előbb jövünk mi, és csak aztán jön ő. De erre azt mondja nekem Anus, hogy Pisa nagy butaság mi részünkről, ez a megbocsátás. Ő a maga részéről biztos nem fogja soha, de soha megbocsátani, ha megcsinálják, hogy elvegyék a kertjét és a házát. Mert nincs az a földi törvény, amelyik őt arra kényszerítse, hogy ilyen óriási disznóságot veles a népével szembe megbocsásson. Hogy földön, teszi, ki semmizi. Bédugja a blogba, hogy egy darab földje ne legyen többet, egy állata, se semmie, sem megélhetése, se kezemunkája. Mondom, Anusnak, ha úgy akar maradni, hogy örökre a harag gyermeke legyen, akkor ne is bocsásson meg többet senkinek az életbe. Mert aztán ha úgy marad, mint a harag gyermeke. Hát meglátja, milyen élete lesz neki, és mind az ivadékainak, amelyikek ebbe a haragba tudnak csak lenni. De én nem akarok a harag gyermeke lenni a magam részéről. Vége. 623. oldal. Kali korán meghalt. Gyermekét Vilmos vette magához és nevelte fel. A fiú nem folytatta a rózsanemesítést. Utolsó hónapjaiban Kalit Eleonóra nővé rápolta. A meséit senki sem tanulta meg, de egy néprajzos egyetemista lány magnetofonnal rögzítette és megőrizte. Széken ma is sokan népviseletet hordanak, a széki asszonyok közül sokan ma is Budapestre járnak cselédnek. Décsi Vilmos biológust korán nyugdíjasztják. Kertjében folytatta keresztezéseit, de a Michurini és adaptációs kísérletekből kiábrándult. Hibridjei nem maradtak fenn, csak a róluk publikált kísérletek. A stáció földjét az állam máig nem szolgáltatta vissza hóstáti tulajdonosainak, több mint 90 családnak. A Vilmos Décsi nevű rózsából nem azonosítottak tövet a világon, bár lehet, hogy néhány kolozsvári kertben névtelenül virágzik. Annuség Borháncs utcai házát a 60-as évek második felében lebontották. Gyermekeikkel blogba költöztek. Kevés kivétellel valamennyi hóstáti házat lebontották, több gazda öngyilkos lett. A földészek kevesen maradtak. Csak a vasúton túli hostátból maradt néhány utcányi, az idősek közül többen ma is piacra termelnek, a Kolozsvári piacon lehet velük találkozni. 1990 után sokan visszavették földjeiket. Annus egyik gyermeke Magyarországra költözött. Eleonora nővér haláláig megtartotta a hűségét, élete csendesen folyt tovább, elvegyült a világban, apostolkodott és 1968-ban visszatért a kórházba a beteg ápolónak. Justina nővér szabadulása után a testvérek ismét együtt kezdtek élni, figyelték őket, bizalmatlanságot akartak kelteni közöttük, de a közösséget nem sikerült megbontani. Titokban megújították örökfogadalmukat, amit jelképesen Áron püspök kezébe helyeztek, aki ekkor Palota fogságban volt. A nővérek szentszékhez benyújtott kérelmének 8956-os száma megegyezik a Magyarországon 1950-ben nyilvántartott és kitelepített szerzetes nővérek számával. Erdélyben ilyen pontos nyilvántartás nem ismert. Eleonora, Eleonora nővér és társai ma már a saját fogadalmi nevük és a Ferences nővér felirat alatt pihennek a temetőben. 1990 után az állam nem rehabilitálta őket, hivatalosan nem törölte el bűneiket, amelyekért elítélték őket. Nagyon szépen köszönjük Albert Csillának és Dimény Áronnak, illetve természetesen Tompa Andreának mindenek előtt, és köszönöm szépen Balázs Imre Józsefnek is, hogy beszélgetőtársam volt. Azt gondolom, hogy a tapsot így mindannyian megérdemlik. Én most tényleg már csak mindenkinek fölhívnám a figyelmét a januári estünkre, ahová mindenkit szeretettel invitálunk. Mint említettem, visszatérünk most a Dunakanyarhoz. Márton László és Károsi Endre lesznek a vendégeink, akik tulajdonképpen egy nagyon fontos Kisoroszi kapcsán, Dunakanyar kapcsán Mészői Miklós életművéről fognak beszélgetni, és a művészi produkció során Mészői Miklós és Polcelen életkapcsolatát, szerelmét és levelezését fogjuk megidézni szintén egy felolvasói színház keretében. Mindenkinek áldott, boldog karácsony kívánunk, békes, sikeres új esztendőt, és kövessék figyelemmel programjainkat jöjjenek el, tekintsék meg, ha még nem tették a Korvina kiállításunkat, és várunk mindenkit szeretettel januárban ugyanide vissza. Köszönöm szépen!